Nem tudtam beágyazni, mert egyszerűen annyira cukin feküdt itt a Ciro, bár egyébként most már így össze van kucorodva, de teljesen ki volt nyúlva, és hát egy gyönyörű nagy plédet szoktunk, ágytakarót rátenni az ágyra, de most, ha belátszódik az ágynemű, sorry, mert illusztris vendégünk lesz a videó forgatása alatt, úgyhogy csak gondoltam, hogy azért ezt megmutatom nektek. Halihó, sziasztok, kedves követőim! Nagyon reggel van. Nekem nagyon-nagyon reggel van, bár egyébként 9:30 van, de most érzetileg is nagyon-nagyon reggel van. És üdvözöllek titeket természetesen újra itt a Beauty csatornámon is. Nem csak a Ciro az illusztris vendég, hanem a 7. emeleten most már napok óta valami felújítás van. De most már annyira örülnék, hogyha így befalaznák magukat, mert ez a ház volt az eddig, és én mindig hangosan hangoztattam, hogy itt vagy senki nem akar semmit csinálni a lakásban, és úgy, ahogy van, mert hogy itt nem szokott előfordulni ez a fúrás. És ki volt írva már hétközepén a liftbe, hogy elnézést kérnek az esetleges hangoskodásért, de basszus, most már szombat van, és én pihenni szeretnék, tegnap reggeltől esik, de szó szerint tanítás volt, itthon délelőtt 10-től 7:30-kor fejeztem be, tehát tegnap ez valami brutál volt, ugye, és én végig tolom a hetet az iskolába, hétfőtől csütörtökig, és pénteken meg itthon vállalok Csernai Ildikó Ének Stúdió című magán növendékeimmel dolgozom, és ez valami olyan szinten merített ki estére, hogy én valami 10 órát aludtam, úgyhogy én nekem azért mondom, hogy most nagyon reggel van. De azért ezt a fúrást, ezt nagyon jó lenne befejezni. Úgyhogy elnézést, hogyha ez most bele fog néha itt a felvételbe. Ezt figyeljetek, annyira előnyösen nézek most ki, tényleg. Ez most így, hogy fel van rakva a hajam ilyen. Este még gyorsan megmostam egyébként, mert már nem bírtam elviselni. Tehát ez most egy ilyen konty. De lehet, hogy tulajdonképpen ezt most nem is kéne, mert ezt most felszoktam ugye mostanában tenni, ha sminkelek. De így most teljesen úgy nézek ki, mint valami 60-as évekbeli takarítónő. Ezt most szerintem le is veszem, mert ez very gáz. Szóval, nagyon-nagyon sok videó téma van, én folyamatosan jegyzetelek, és kb. Nulla időm van hétközben, ugye most hétvége jön, és megpróbálom legalább hát ugye a felét teljesíteni. Ez nem mennyiségre megy, tehát most ti félre ne értsétek, és lehet, hogy majd lesz olyan, mert annyira le vagyok terhelve, hogy egy hétig nem is lesz videó, mert nem tudom előre fölvenni, nem tudok előre dolgozni. Viszont mivel amúgy is ki kell sminkelnem, mert el fogunk menni itthonról, ezért azt a videót fogom most rögzíteni, nagyon sokan írtatok ez alá, a short videó alá, most már ilyen short videókat is csinálok, nagyon béla vagyok, és ne várjatok tőlem ilyen borzasztó profi 60 másodperces videókat. Ezek inkább csak ilyen beharangozó videók a nagyobb videókhoz, ilyen figyelemfelkeltő videók. Viszont az egyik alatt, illetve most már több kérdést is felrakok ezek alatt a pici videók alatt, hogy levideóztam egy aznapi sminkemet, és hát az volt a kérdés, hogy vajon titeket érdekel-e az, hogy én bemutassam az ilyen mindennapos, rohanós rutin sminkemet, ami tényleg arról szól, hogy ilyen nagyon minimál, nagyon egyszerű, gyorsan meglegyek vele, de tartós legyen, az estig kitartson, és valahogy még ki is nézzek. És ti azt hittátok, hogy szeretnétek látni, sőt, Instán is sokan rám írtatok, úgyhogy úgy látszik, ez végig fogja ezt a videót kísérni, ez a fúrás-faragás, ne foglalkozzatok vele, viszont most rögzíteni fogom ezt a hétköznapi mindennapi sminkemet. Ha érdekel titeket, tartsatok velem, 4 percet dumálok, végülis a semmiről. És még valamit jegyezzünk meg, látjátok, én se vagyok UFO. Így hétközben itt valami pötty, vagy valami pattanás kezdemény ki akart jönni, de nem jött vele semmi, én viszont agyon nyomkodtam,
Úgyhogy ez is mutatja, hogy azért mégsem vagyok UFO, mert azért talán egyszer vagy kétszer az évben valami patanászerűség rajtam is kijön, bár semmit nem tudtam vele kezdeni, viszont nagyon jót tett rá a niacidamid szérum, mert egészen elhalványította, és most aloe verával ecsetelem, úgyhogy ajánlom nektek is ezt a praktikát. De hát most vágjunk bele a videóba, lássuk, hogy mit művelek most. Megpróbálom az egészet egy ilyen 10 percbe beletömöríteni, hát meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Nos, én a sminkemet mindenféle sminket, tehát most teljesen mindegy, hogy az egy ilyen hatalmas esti fellépő smink, vagy egy nappali 10 perces smink, én mindig a Fix Plus MAC-nek a Fix Plus primerét szoktam használni. Én ezzel fújom be az arcomat, azzal együtt, hogy én nekem vannak itthon primereim, amik ilyen szilikonos állagúak, vagy más egyéb folyósabb, krémesebb állagúak, de én mindenféleképpen a rutin után, mert ugye már megvolt az arcrutin, szérumok, stb. Csak az eucerin krémet tettem föl egyébként, most más krémet nem tettem föl, úgyhogy befújom ilyenkor az arcomat, és ezután jön az alapozó. Egy viszonylag új alapozót használok, amit eddig így a sminkelésem során valahogy, nem tudom, elkerült, pedig ez egy nagyon ikonikus, és nagyon közkedvelt, és nagyon híres alapozó, és nagyon sokan használják, valahogy én eddig nem használtam, nem tudom miért, pedig nagyon jó. Mondanám egyébként a számát is, amit az én árnyalatom az 1W2 Sun, tehát 1W2, hogy most ilyen nagyon angolosan mondjam, tehát látjátok, itt van a száma. Én nekem mindenféleképpen egy warm árnyalatot kell választani, mert az alapszínem sem fehér, és semmiféleképpen nem ilyen rózsaszínes, tehát a neutrálisabb színek azok ugye inkább azok a nő, tehát a neutrális jelzést kapják. Tehát ugye az Estée Lauder Double Wear-ről van szó, és tehát én a W-s árnyalatokat választom, hogyha ilyen választási lehetőség van. A Kella Pudernek a 200-as alapozó ecsetét használom, ennyit vettem ki a kis üvegből, amit a készfejemre tettem, és rá rakom az ecsetet, tehát ezt az ecsettel viszem föl az egész alapozót így a készfejemről, és utána ezt eldolgozzuk. Nos, erről az alapozóról azért elmondanám, hogy egy elég jól fedő alapozó, tehát ugye az átlagnál, amiket én használok, az átlagnál jobban fed. Most az átlagot úgy értem, hogy amiket én használok, és talán, hogyha ez a videó kimegy, akkor már kiment az a videó, ahol tulajdonképpen én az összes alapozómat bemutatom és tesztelem őket. Ha még ennél kicsit magasabb fedést szeretnék, akkor én mindenképpen ezt a MAC alapozómat szoktam használni, de így a mindennapokban azt kell mondjam, hogy egy nagyon megbízható és egy nagyon jó tartós és jól fedő alapozó, ez az Estée Lauder alapozó, és egyébként teljesen tulajdonképpen azzal együtt, hogy tök keveset vittem föl, mert egy pici kis pöttyöt raktam ki a készfejemre, egészen jól elfette ezt a kis piros pöttyöt, úgyhogy egy nagyon nagy like ezért is ennek az alapozónak. És a mostanában, hát mivel tényleg nagyon fáradt vagyok, és hát még mindig nem vagyok rendben,
ugye a kezemmel, bár most nagyon-nagyon sokat javult, akupunktúrás kezelést kapok, képzétek el, most már kettőt is kaptam, és el kell mondjam, hogy nem kellett bevennem még a héten a kezemre fájdalomcsillapítót, és ugye hétfőn kezdődött a kezelés, kettőt kaptam már. Nem akarom elkiabálni, de én úgy látom, hogy ez valamit tényleg segít, hála jó Istennek. Úgyhogy visszatérve, a karikáimra azért vannak, bár most egyébként ez az alapozó ezt is elég jól elfedte, de én most egy picit magasabb fedésű korrektort használok a szemem alá, ami nem más egyébként, mint a Rimmelnek ez a multitasker korrektora, amiből nekem két árnyalatom van, az egyik, ami most el fog fogyni, ez egy picit sötétebb, sárgásabb árnyalat, és én most rendeltem a 030-as, tehát ez sem egy, hogy mondjam, egy nagyon világos árnyalat, de mégis még mindig világosabb ennél a korrektornál, úgyhogy én most ezt a világosabbat teszem föl, ez el fog fogyni, azért vettem egy újat, és ebből egyébként nem kell sok, azt szoktam csinálni, hogy ide szoktam csak tenni, jó, most egy picit ide teszek erre a pöttyre, ugye itt van nekem, amit gyakorlatilag már nem is látszik, az anyajegyemnek a helye, a hege, amit ugye én leoperáltattam plasztikai műtéttel, és hát ez most már egy 3 éves heg, és én mai napig ápolom, tehát erre is mindig kerül aloe vera az esti rutinnál, úgyhogy nagyon-nagyon szépen tényleg eltűnt, elhalványodott a helye. Picit várni szoktam, tehát ez is egy trükk, és javaslom nektek, hogy ne vigyétek föl egyből a korrektort, bármivel, akár blenderrel, szivacsal, ecsettel, picit várjatok, én ehhez is ecsetet használok, nem más, mint a NYX-nek ezt a Professional Makeup 37-es, ugye NYX Professional Makeup, tehát ez a márka neve, de a 37-es számú, ez egy alapozó ecset, de én ebben szoktam fölvinni, pillanat, ebben viszem fel a korrektort, és az a tapasztalatom vele, hogy ezzel a legszebb. Tehát, hogy én egyébként már próbáltam szivacsaimmal, a szivacsaimmal, nem olyan szép, legalábbis az én bőrömön nem olyan szép a finise, és a kap ecsetet, tehát a kellapúderes alapozó ecsettel, persze, hogyha rohanok, akkor nem fogok itt vacakolni, hogy most ilyen ecset, olyan ecset, akkor én egy ecsettel viszem föl az egészet, az alapozót is, és a korrektort is, de ez valahogy azt vettem észre, hogy a legszebben oszlatja el, a leges-leges legszebben teríti a korrektort, és hát nézzük, meglátunk itt valamit semmit, szóval nagyon szép, sokkal most ugye világosabb lett az egész, jobban kinyitotta a tekintetemet, és már nincs annyira ilyen álmos, kialudt, túlaludt fejem vagy tekintetem. Úgyhogy ezután következik, majd mindjárt mutatom. Most következik egy kis pirosítás. Van nekem most egy ilyen nagyon-nagyon szép, ez is ilyen ikonikus, és még annyira vigyázok rá, hogy a dobozában tartom. Ez a NARS alapozó. Na jó van, gyerekek. Jó lesz ez a videó. Szóval ez a NARS Orgasm című pirosító. Ez egyébként az ilyen sötétebb árnyalat. És akkor ez szépen fölviszem, ugye érzékelitek, hogy nem púdereztem még semmit. Tulajdonképpen a korrektort azt le lehetett volna fixálni a szemem alatt, de hát most ez most nem történt meg, majd mindjárt megcsináljuk, jó? Szóval fölviszem ezt a pirosítót, ebből én egyébként elég sokat szoktam fölvinni, mert utána úgyis le fogom púderezni, és ha már púderezés,
találtam egy nagyon jó kis drogériás púdert, mert ugye én mondtam, hogy nem vagyok hajlandó többet ezeket a műanyag ócska kihajthatós púdereket venni, mert nálam az összes eltörik. Tehát biztos én vagyok a hibás, jó, tehát én vállalom, biztos én vagyok a hibás, hogy nálam az összesnek letörik így ez a illeszkedése, mert biztos úgy nyitom ki, mint Tóth az anyjának című fejezet. Ezt eléggé már elhasználtam, ugye mondom, a Miss Sporty kis púderről van szó, az árnyalata 0-2-es light árnyalat, pici kis ecsettel, a Real Techniques-nek ezt a kis ecsetét használom, na ezzel most akkor lefixáljuk egy picit, így ezeket a T-vonalat, illetve így a korrektort szem alatt. És ezután használok egy kis bronzosítást, mivel 100 000 jobbnál jobb és szebbnél szebb bronzosítóim vannak, de ugye ez egy ilyen gyors mink, egy ilyen nagyon legyünk túl rajta, és nem akarok 100 000 terméket használni. Igazából ebből a kis palettából használhattam volna a pirosítót is, és akkor mondjuk megsporoltam volna az extra pirosítást. Én nagyon-nagyon szeretem, azt kell mondjam, hogy tényleg az egyik kedvencem a Farmasinak ez a 3-as arcpalettája, és látszik is, hogy mennyit használom, úgyhogy én ebből Maxim Giacomo bronzosító, pirosító ecsetével ebből veszek föl, nagyon-nagyon jó ebben dolgozni, végig söpröm az egész arcomat, ezt se sajnálom igazából, és már alig várom, hogy már jó idő legyen, mert akkor már meg fog jönni nekem a jó színem, és elindul a bronzos korszakom, mert akkor igazából nem is nagyon jellemző a pirosítás, inkább akkor konturozni, bronzosítani szoktam, úgyhogy ezzel szépen megcsinálom ezt a klassz bronzosítást, és ezután veszek egy nagyfejű ecsetet, és képzeljétek el, hogy ez most egy vadi új cucc. Ez tegnap jött, úgyhogy ezt most együtt is ki is fogjuk próbálni. A Rimmelnek ez a Lasting Finish Powder Foundation, tehát tulajdonképpen ezt még úgy is fölvihetném, hogy ha még annyi időm se lenne mondjuk, hogy egy alapozott fölvigyek, de ez nem lesz, mert amikor az 5 perc időm sincs, akkor viszont megmondom, hogy mit szoktam használni, és ez egy nagyon fontos információ, akkor én a Trendy Tap-nak ezt a Wonder Skin-jét szoktam használni, hogy ezt rakom föl, mint kvázi egy alapozó, és ez ilyen púderré változik. Nem néz ki jól, szóval tényleg már agyonban használva, és nem szépen használódik el, viszont ez egy nagyon-nagyon nagy segítség nekem, az ilyen tényleg 5 percem van. Viszont egy ilyesmi hatás állítólag van ennek a Rimmel púdernek is, egyébként az én árnyalatom a 0-2-es Pearl, vagy 0-20-as Pearl árnyalat, egyébként ehhez van egy ilyen kis púder, és ecset, én most kíváncsi vagyok, hogy ez így milyen lesz felvíve, úgyhogy ezt nem is gyorsítom be. Egész jó. Egyébként jó illata is van. Ilyen kellemes, kellemes illata van. Ha fölveszem, látom, hogy egy picit ilyen kis porszemcséket hagy. Úgyhogy szerintem ez jó. Ez jó lesz, a színt is nagyon jól eltalálta. Úgyhogy én ennél több púdert nem is viszek föl. Egy pici highlight, szintén a Farmasi palettából. Ugye most tartunk körülbelül egy ilyen 5 percnél, és mondtam, hogy én szeretném, hogyha ez maximum egy ilyen 10 perces mink lenne, úgyhogy most már nagyon föl kell pörgessem magamat, és koncentráljunk a szememre, a szemöldökömet azt most gyorsan megcsinálom. És mondhatom, hogy nehogy lemaradjatok valamiről, ezt a szemöldökömet gyakorlatilag már megcsináltam, az Essence-nek a Make Me Brow ilyen
pici kis mini applikátoros, spirálos keféjét használom, tehát ezt a szemöldök, hát milyen szemöldök spirál. Ez nem zselé, mert tulajdonképpen tehát ez egy festék, ez egy full festék, és látjátok, hogy elég sokat visz föl, úgyhogy én nekem ezzel iszonyatosan óvatosan kell bánnom, mert ugye van szemöldököm, és most látom is, hogy ide baromi sokat vittem föl, ennek van egy száradási ideje is, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázni kell, tehát amikor mondjuk ezt fölviszed, utána nem szabad púderezni, meg nem szabad tulajdonképpen csinálnod semmit, tehát meg kell várnod azt, hogy ez megszáradjon. Nem szárad túl hamar, ezt is el kell, hogy mondjam, viszont nagyon tartós. És én nekem van itt ugye szemöldök ceruzám, még mindig a kedvencem az Yves Rocher, és látjátok, hogy most már csak ilyen kicsi van belőle. Ennek is van egy keféje, és ezzel így gyakorlatilag azért kefélem át, mert ezzel így most le is fogom szedni ezt a felesleget, amit úgy látok, hogy ide ez így nem kell. Nem tudom, miért van, biztos veletek is van ilyen, hogy az egyik szemöldök az valahogy mindig jobban sikerül. Én egy picit még, amit úgy látok, így kicsit kikorrigálom. Ezt én utána szoktam csinálni, hogy megcsinálom ezt a szemöldök spirálozást. Úgyhogy, ja. Így. Hát most ez nem lett valami profi, viszont ezt mostanában csinálom, hogy pont az előbb, amit mutattam nektek, ugye ez a Trend It Up kis puderé változó alapozó. Egyébként ez egy nagyon jó kis találmány. Veszek egy ilyen nagyon-nagyon kisfejű ecsetet, ez tulajdonképpen egy ilyen rúzs ecset. Fölveszek ebből a púderből kicsit, és akkor így szoktam csinálni egy ilyen utókorrekciót, mert ez nagyon jól illeszkedik egyébként a bőrömhöz, teljesen olyan színe van, hát nem véletlenül ezt az árnyalatot vettem meg nyilván, meg is mondom, hogy ez melyik árnyalat, hát szerintetek, hogy én ezt tudom? 0-20-as ez is. Mindenből ilyen 0-2-0-3-at szoktam venni. És mondom, itt így akkor így kikorrigálom a szemöldökömet. Most se lett azért annyira szép, de figyeljetek, ez legalább egy természetes szemöldök. Ez nincs kitetoválva. Engem ez a dolog annyira nem izgat. Én így el vagyok, és így egy picit még a nagy púderecsettel így letapogatom. És kész. Hát most gyerekek, annyira sok idő elment ebből a szemöldök cirkusszal. Na, mindegy. Turbozzuk fel magunkat. Szemhéjam következik, már föltettem ezt a NYX szemhéj primert, szemhéj bázist. Erről olyan sok szó nem kell, hogy essen szerintem. És hát megint csak a lényeg, mert tudom, hogy amikor a szemfestés következik, azt szeretitek a legjobban, legalábbis szerintem a nagy része, bár lehet, hogy valaki pont azt szerette most, hogy bénázom a szemöldökömmel. Tehát az én mindennapi palettám, és tényleg nagyon-nagyon bevált, és hetek óta használom, és gyakorlatilag majdnem, hogy minden nap ehhez nyúlok hozzá, a MAC-nek ez az Art Library palettája, aminek különösképpen ez a Nude neve van, tehát ez a Nude változat, és hát szerintem ez egy csodálatosan szép paletta. Nem minden nap ugyanúgy szoktam vele sminkelni, minden korongot már kipróbáltam, úgyhogy ebből fogunk készíteni egy nagyon egyszerű, nagyon alap, de van, amikor egy kicsit olyan extra smink, de mondom, mindenféleképpen mostanában nekem ez a hétköznapi palettám, én ehhez szoktam a legtöbbet nyúlni. Thank you.
Most láthatjátok, én ezt nem vittem túlzásba. Általában nem tudom, ez a legkedvencebb színem, ez az órany. Ezt fölviszem alapnak, ezzel egy picit mélyítettem, és ezzel a legvilágosabb színnel meg egy kicsit bevittem a szemöldököm alá, illetve ide a szemzugba egy kis fényt. Szerintem az még lehet, hogy egy picit elbírna itt ez a rész. És így ennyi. Alulra is, ami rajta maradt az ecseten, azt vittem föl, úgyhogy ez nekem ennyi szokott lenni, ezután jön egy szemspirálozás és valami rúzs. Egy új szemspirálom van, ez az Extra 3D a Rimmeltől, úgyhogy hát ez most félig egy ilyen teszt videó, és nyilván amikor nagyon gyorsan kell sminkelnem, akkor nem szoktam kipróbálni először új dolgokat, hanem akkor inkább a beválthoz nyúlok. Ez egy abszolút vékony, keféjű és egy ilyen szilikonos applikátor. Hát kíváncsi vagyok egyébként, már most így érzetre, első nekifutásra ez állatira tetszik. Hú, és nagyon szépen viszi a pillákat. Aha. Hát ez szerintem ez jó lesz. Ez jó lesz. Hát mutatnám kérem szépen egészen közelről, amikor elzártam ugye a kamerát, akkor egy rétegben volt a szempillám kifestve, és ez egy második réteg, és nagyon-nagyon jól építhető. Tulajdonképpen nagyon tetszik ez a nagyon kicsi kis applikátor, teljesen jól illeszkedik a szempilláimra, csodálatosan hosszú és ívelt. Tényleg azt mondom, hogy giga hosszú pillákat varázsolt, ugye nekem nem ilyen fölpöncörödő a pillám, hanem ilyen seprű jellegű, és nagyon-nagyon jó, hogyha az applikátor tudja azt, hogy egy ilyen curl, ugye göndörítős effektet csinál. Ez tulajdonképpen ilyet nem ígér, csak egy extra 3D hatást, szerintem nagyon szép, és nagyon tetszik, és hát azért az nem utolsó, gyerekek, hogy ez a szempilla spirál, azt hiszem, hogy 890 forint volt, tehát ez most tényleg, hogy balra nézek, és itt vannak a mostanában használt szemspirálok, amiknek már a 80%-a ilyen félig kiszáradt állapotban van, még talán, ami nagyon olcsó volt, és szintén ilyen 1000 forintos kategória, és nagyon bejött, ennek az Astra Makeup-nak ez az Insta Volume szempilla spirálja, én a Notino-ról rendeltem, ez is már ilyen full beszáradt, de az ő applikátora egy kicsit ilyen ducibb kefe, hagyományos, ez még nagyon bejött, úgyhogy ha ilyen olcsóbb árkategóriáról beszélünk, ezeket tulajdonképpen tudom nektek ajánlani, ugye ami egy kicsit azért drágább, és nagyon szeretem, az Art Deco-nak ez a szempilla spirálja, és nekem még ez a Trendy Tab spirál is bejött, ugye ezt is most már el kell használnom, mert ő is már ilyen, hát ő még azért nem, nincs kifogyóba, de egy eléggé hasonló keféje van, mint a Rimmel. Most össze is hasonlítom, egymás mellé rakom a kettőt, szerintem a Rimmelnek vékonyabb. Tehát ő a Rimmel, és ő a, mi ez? Trendy Tap. Egy picit úgy látom, hogy minthogyha egy ilyen vékonyabb és teljesen egyenes applikátora lenne, a másik, a Trendy Tap az egy picit egy ilyen, hát kiszélesedő. De őszintén ezeket nagyon tudom nektek ajánlani. Én nekem bejött ez a szemspirál. Ugye nincs más hátra, nincsen, hogy ilyenkor már abszolút már lépek ki gyakorlatilag a lakásból, és akkor gyorsan tegyünk föl valami rúst. Megmondom őszintén, ez aztán teljesen egy adhok, hogy én aznap milyen hangulatban vagyok. Általában mondom, ezt a sminket szoktam elkészíteni,
De most azt kell mondjam, hogy a legszeretettebb rúzsom, és nagyon sokan megdicsérik, ez is egy farmasi, a Luna Rose kollekciónak a darabja, úgyhogy én ezt nagyon szeretem, tehát ez gyakorlatilag egy abszolút egy ilyen mindennapos ajaktermék. A Herceg Zsuzsi küldött nekem egy ilyen Makeup Universe akadémis rúst, én megmondom nektek őszintén, hogy borzasztó világos, és én ezt nagyon szeretem, és nagyon hasonló színe van a kedvenc alverdés stiftemhez, és ki is tekergetem. Tehát látjátok, hogy azért ez egy elég hasonló árnyalat, ő egy kicsit rózsaszínesebb, ő egy kicsit, hogy is mondjam, nódosabb, barnásabb fele van, de tényleg, hogyha én így nagyon rohanok, akkor vagy ezt az alverdét szoktam föltenni, vagy ugyanennek az ányalat, tehát a 03-as alverde rúst, úgyhogy én most ezt is fogom csinálni, hogy fölrakok egyszerűen, és látjátok is, csak föl, látjátok, azért kéne magamat nézni, ugye, hogy ne menjen félre, tehát csak fölrakom, így a számra, gyorsan, és én még utána azt szoktam csinálni, mondom, hogyha ezt a színt teszem föl, akkor van nekem ugye ugyanez a, az árnyalat, ugyanebből a márkából, ebből az alverdéből, és akkor pikpak, gyorsan én így körbehúzom. Én bevallom, gyerekek, én ehhez pedig én nagy ajak ceruza felhasználó vagyok. Én ehhez még egy kontúrceruzát sem szoktam használni, de hogyha nagyon kéne keresnem ehhez egy ilyen világos, idepasszoló ceruzát, akkor mondjuk a Rival Loves Me-nek ezt a kis világos ceruzáját tenném föl. Megnéztem külön nektek, ez a 02-es árnyalat, és ennyi kis kontúr. Megcsináltam, ennyi. Én mindig fölé szoktam a kontúrozok, mindig egy kicsit fölé húzom, úgymond ilyen harcsa szájat csinálok, ahogy anyukám mondja, fogok egy zsebkendőt, kicsit leitatom, ha még turbozni akarom, akkor van ehhez nekem egy nagyon szép Maybelline szájfényem, ez egyébként a 04-es árnyalat, ez is abszolút passzol ehhez a színhez, kicsit itt fölütögetem rá, és ennyi. Most el fogunk menni vásárolni. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy abszolút, nekem tényleg ez egy hétköznapi elszaladós még, lehet, hogy van akinek ez is sok, tehát figyeljetek magamhoz képest, ez egyáltalán nem az. És most ki foglak titeket vinni a természetes fénybe, és meg fogjuk nézni, hogy ez hogy sikerült. Ennyi, én nekem ez annyira benne van a kezembe, hogy majdnem, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem még akár ilyen becsukott szemmel is meg tudnám csinálni. Jó, nyilván a színeket, a satírozást azt nem, de amúgy ez nekem a tényleg az abszolút mindennapos rutinom, és hát ezt a palettát annyira örülök, hogy megszereztem egy nagyon jó akcióba, nagyon jó kuponnal, nagyon jó áron, én szerintem ilyen 9000 forintért sikerült megvennem amúgy az ilyen 16000 forintos palettát. Nagyon szeretem, és nagyon ajánlom is nektek, és főleg azoknak, akik az ilyen kicsit visszafogottabb kinézetet szeretik. Na, hát itt vagyok a természetes fényben, én szerintem ez egy nagyon kis visszafogott, nagyon elegáns, nagyon szolíd. Hát, nekem ez a hétköznapi sminkem, hogyha esetleg nincs annyira ez itt beárnyékolva, talán még egyszerűbb. Van, amikor egyébként csak egy kis pirosítót, vagy egy kis highlightot, egy kis rózsásat szoktam oda tenni, így a szemhéjamra, de mivel abban a videóban pontosan ez a smink szerepelt, vagy legalábbis nagyon-nagyon hasonló, ezért gondoltam, hogy ma ezt rögzítem. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Írjátok meg, hogy tetszett nektek ez a videó, milyennek találjátok így a sminket,
ti hogy sminkeltek a hétköznapokban, van-e különösebben különbség a mindennapos smink és egy ilyen alkalmi sminketek között, vagy csak akkor sminkeltek igazából, hogyha elmentek valahova. Elköszönök, sziasztok, vigyázzatok magatokra, találkozunk hamarosan!